Kedves nézőink, Ajkán rendezték meg szombaton a pedagógus kórusok országos találkozóját. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Nagy örömmel tölt el, hogy ismételten köszönhetem Önöket az évente megrendezésre kerülő országos pedagógus kórus találkozón, amely nem csak egy egyszerű seregszemle, lehetőség a kórusok szereplésére, hanem ünnep is. Ünnep, hiszen több évtizedes kitartó munkáját ünnepeljük ma azokkal, a dalosokkal, akik a társaság megalakulásától napjainkig hittek abban, hogy nem hiába való tevékenységük, amelyel önmagukat és környezetüket időről időre megörvendeztetik. A pedagógusok szakszervezete elnökeként köszönetet mondok a kórustagoknak, a karnagyoknak, az egyesület tisztségviselőinek azért a komoly munkáért, erőfeszítésért, amit az elmúlt évek alatt szabad idejük egy részének feláldozásával hétről hétre végeztek. És aminek eredménye ez a mai nap is számos kimagasló színvonalú hangverseny. De köszönet illeti azokat az ismert és elismert zenei szaktekintélyeket is, akik hasznos tanácsaikkal segítették a kórusok szakmai fejlődését. Úgy gondolom, a rendszerváltás idején elődeim bölcs döntésükkel segítették az értékmentést. És bár a kórus társaság ma már önálló civil szervezetként működik, a pedagógusok szakszervezete lehetőségeihez mérten támogatta, támogatja és folyamatosan figyelemmel kíséri tevékenységét. Örömmel tölt el, hogy folytatója lehetek ennek a folyamatnak, és azon leszek, hogy a pedagógusok szakszervezete a jövőben is minden tőle telhetőt megtegyen az amatőr kórusok fennmaradásáért. Tesszük ez azért, mert a kórusok száma az egyre nehezebb körülmények ellenére is gyarapszik. És tesszük ez azért, hogy az éneklő pedagógusok kultúra közvetítő, értékmentő, ízlésformáló szerepe, melynek hatása messze túlmutat az iskolák falain, tovább erősödjön, és még számos ilyen örömteli együttlét részesei lehessünk. Pedagógus kórusok országos találkozója zajlott ma Ajkán, ti voltatok a főszervezők, milyen élmény egy ilyen találkozónak otthont adni? Hát mindenképpen érdekes, de nagyon jó is. Nagyon jó is. Évente mindig más városban van ez a kórus találkozó, és hát most így ránk került a sor. Sok munka volt vele, de ami eddig történt, az szerintem mindenkiben pozitív élményeket hagyott, és eddig jól sikerült, és most még lesz a napnak egy jó kis zárása, ami meg még ráteszi a koronát erre. Négy helyszínen zajlott a kórusoknak a bemutatkozása. Miért volt erre szükség?
Összesen 22 kórus jelentkezett, mintegy 750 fővel énekeltünk ma. Az utolsó közös helyszín az Agórán, ez indokolta, hogy minden helyszínen 5, illetve 6 kórus szerepeljen, mert különben nagyon maratoni lett volna délután. A barokk jegyében zajlott ez a találkozó, mi indokolta ezt a választást? Mindig van egy kijelölt korszak, vagy egy kijelölt zeneszerzőhöz kapcsolódó mű, az idén a barokk lett, mert több barokk zeneszerzőnek évfordulója is van ebben az évben. A pedagógus női kar milyen műsorral készült erre a bemutatkozásra? Hát a mi műsorunk nem tűnik talán nagy képűségnek, szokás szerint nagyon változatos volt. Énekeltünk madrigát, énekeltünk romantikus művet, énekeltünk abszolút frisset, újat, Jenkins-től az Adiemus-t, úgyhogy nagyon változatos műsorunk volt a két karnagyunk összeállításában. Sokan kérdezték, hogy van-e ilyenkor szakmai értékelés, és mennyire tartják ezt a karnagyok fontosnak, hogy egy bemutatkozás végén kapjanak egy ilyen értékelést? Mindig fontosnak tartják, és valamennyire mindig beszélgetnek is arról, hogy kinek milyen élményt adott. Nagyon sok szakmai hozzáértő volt minden helyszínen, 2-3 fő, akik a Pedagógus Kórusok Országos Tanácsának tagjai, vagy meghívott vendégei, vagy a Fasang család tagjai, akik szintén zenével foglalkoznak. Ők beszélni fognak a karnagyokkal, és mindenképpen adnak egy értékelést erről a napról, mert annak ellenére, hogy nem minősítés, azért az mindenkinek fontos, hogy megerősítést kapjon abban, hogy jó úton halad, és jó az, amit csinál. Itt vagyunk most este a sportcentrumban, ide várjuk a kórusokat. Mi történik most még itt az este folyamán? Hát a nagy buli előtt itt kerül sor a Fasang díj átadásra. Fasang Árpád emlékére alapította a család ezt a Fasang díjat, és minden évben egy vagy két karnagy megkapja ezt egy szavazás eredményeként természetesen. A pedagógus kórusok jelölik a következő évi jelölteket, és aztán egy szavazás alapján történik, úgyhogy itt még izgatottan várjuk, hogy ki lesz az idei Fasang díjas. A női karnak mi van még hátra a nyárból, vagy a nyáron? Tudtok-e pihenni, vagy még készültök valamire? Hát most abszolút készülünk, nagyon örülünk neki, hogy eljutunk az idén Prágába, ez hosszú évek óta terv volt, és ott most egy nagy nyári kórusfesztivált rendeznek, aminek mi is részesei lehetünk. Thank you.
mivel a múlt évben nem volt összejövetelünk, most két díjazottunk van. Az egyik sajnos nem tudott eljönni, ő már előbb jelezte, hogy nem is vesz részt, mert külföldön van szintén a kórusával egy hangverseny meghívása, és ennek tesz eleget. A Győri Pedagógus Énekkarral, ő Katona Tibor, ő az egyik díjazottunk. És a díjat majd egy más alkalommal fogjuk neki átadni. Hála Istennek a következő díjazott közöttünk van, és most átadhatjuk neki a díjat. A Sárvári Pedagógus Női Kar karnagyárnak, Hallerné Horváth Mártának. Pedagógus kórusok országos találkozóján az idén ön lett a fasangdíjas. Milyen érzés volt átvenni a díjat? Hát szinte elmondhatatlan, nagyon boldog vagyok. De azt hiszem, az egész kórus nagyon örül neki, tehát ez nem csak az én örömöm és érdemem, hanem az egész Sárvári Pedagógus Női Karé. Egy díjjal az ember a tarsolyában. Biztos, hogy nagy dolgokra készült előtte is, de most aztán főleg. Igen, hát szép eredményeink vannak, úgy a hazai versenyeken és a megmérettetéseken, mint külföldi versenyeken is részt vettünk. Egy kicsit sajnos öregszik a kórus, de azért terveim természetesen vannak, és ugyanígy a hölgyeknek, lányoknak is, de legfőbb terve most egyelőre az, hogy fiatalítsak a kóruson, és próbáljunk egy kicsit a fiatalok felé úgy nyitni, hogy ők is jöjjenek és énekeljenek velünk. Egy országos találkozó után a nyár a pihenésé, vagy van még valami feladat? Jövő héten indulunk Keszthelyre, ahol egy hatalmas kórus találkozó lesz, 38 kórus jön az országból, és itt fogunk énekelni 3 koncertet, és egy megmérettetést fogunk végig élni, és remélhetőleg sikeresen erre készülünk most. Utána a pihenésé a nyár.